Jó estét mindenkinek! Örülök, hogy ennyien összegyűltünk ma. És ma az öt előadás lezáró darabjában szeretném röviden összefoglalni, hogy az első négyben miről volt szó, csak a címszavak erejéig. És utána megpróbáljuk ezt egy kicsit a mai világ, a jelen, a való világ kontextusába helyezni. Beszéltünk a zenkörről, ami a haladást szimbolizálta az úton, 0, 90, 180, 250 és 360 foknál. A tanulás, a tapasztalás, az átformálás és a bodhiszattva úton való haladás mások segítsége, ugye címszavakkal. Beszéltünk utána a tudatról, amely a buddhista világkép szerint áll az öt érzékszervből, szem, fül, orr, nyelv, test, mint tapintás. És áll a három mentális képességből, ugye a fogalomalkotó, analitikus gondolkodás, ez a hatodik, az ítéletalkotó, dualisztikus gondolkodás, a hetedik, és a rövidebb vagy hosszabb távú emlékezet, egészen hosszú távra is gondolva, az a nyolcadik. Beszéltünk a nagy hitről, a nagy bátorságról és a nagy kérdésről. Beszéltünk arról, hogy a zen meditáció hogyan segítheti a tudat tisztábbá tételét és egy minőségi, világosabb létállapot elérését. Miért volt mindenre szükség? Azért, mert ahogy ezt egyszer kibontottuk, létezik a világon szenvedés, tehát megvan a szenvedés ténye. Aztán van a szenvedésnek oka, annak van megszüntetése, és van a megszüntetés útja. Nem lehet nem észrevenni a szenvedést, ami a mulandóságból, a függő helyzetből és a dolgok tökéletlen voltából adódik. Nem lehet nem észrevenni a tudatunkban azt a rengeteg házi feladatot, amit valahonnan mégiscsak hoztunk magunkkal, és itt kivetítjük ebbe a térbe, a háromdimenziós térbe és a lineáris időbe, és megpróbálunk megbirkózni vele. Miért beszéltünk hát ennyit? Miért volt szükség ennyi kérdésre, válaszra, tudásra és befogadásra? Egyszerűen azért, mert pontosan egy olyan világot élünk, mint a Buddha idejében, illetve azóta, az előtt, és valószínűleg továbbra is az elkövetkezendő pár ezer évben, akármilyen változás is következzék be. És ez a világ, ez egy keletkezett világ, ez egy teremtett világ. És azt, hogy ezt a világot mi hogyan teremtjük, más lényekkel együtt természetesen. Erre nagyon nem látunk rá. Különben nem ilyen világot teremtenék. Ha rálátnánk, és pontosan az történne, amit szeretnénk, akkor valószínűleg nem így nézne ki sem a házunk tája, sem az országunk, sem a földrészünk, sem a kultúránk, és sem ez az egész föld. De a tökéletlenség egyik óriási tapasztalata az, hogy nem az van, amit szeretnél. Elgondoltál, megálmodtál valamit, de nem az lesz. Vajon miért? Ha körülnézünk, akkor pontosan ezt szeretnénk, ami körülöttünk van. Pontosan így szeretnénk élni, ahogy most élünk. Valószínűleg egyikőtök sem ülne itt, hogyha ez így lenne. Akkor mindenki otthon lenne, és boldogan folytatná azt, amit elkezdett. De a kérdés, az érdeklődés, a változásra való hajlandóság az mindig azt jelenti, hogy valami nem úgy van, ahogy szeretnénk. Ha már rájöttünk, hogy mi nem vagyunk úgy, ahogy szeretnénk, akkor az már haladás. És valahogy valamilyen úton, módon meg kell látni, hogy ez a világ hogy működik, mi hogy működünk, és ennek a kettőnek a kombinációjából meglátni azt, hogy hogyan teremtjük ezt a világot, mert nem csak saját magunknak tesszük ezt, hanem egymásnak. Egymásnak teremtjük ezt, és ezért is rettenetesen fontos, hogy mit teremtünk. És amit a modern kor teremtett, az egy nagyon szélsőséges, nagyon materiális és nagyon függő helyzetbe, szenvedélyekbe sodró kor. Soha nem beszéltek annyit a szenvedélybetegségekről, mint mostanában. Soha nem beszéltek annyit a függésről, mint mostanában. És főleg Európában és Amerikában, illetve ahova ezt exportáltuk, ezt a nyugati gondolkodásmódot,
A szélsőségekbe hajló és szenvedélybeteg látásmód és életmód nagyon meggyökeresedett. Miért lehetséges ez? Ha már látjuk a szenvedés tényét, akkor lássuk meg a szenvedés okát is. Legérdekesebb az, hogy a nyugati kor, amit datálhatunk a reneszánsz és ugye a tudományosság kezdetétől, a nyugati kor az felépítette egy olyan világot, amiben benne van a görög és a római alapvetés, két komoly monoteisztikus vallás, és egy tudományos, per ateista válasz arra, ami azelőtt, 1500 éve keresztül történt. Nagyobb részletekben most azért nem megyünk bele, mert különben ilyen vastag könyvekkel bástyázhatnánk körül magunkat, a többit hozzáolvasod. De ez előtt, mielőtt ez a társadalom így elkezdett alapozódni, addiktív viselkedés sokkal kevésbé volt, és természetesen nem társadalmi szinten. Voltak gombák, sámánok, zsáják, különböző olyan szerek, amikkel utazni lehetett, és látomásokat lehetett előidézni, vagy átalakult, módosult tudatállapotokat. De az, hogy egy társadalom komoly szegmensére ez jellemző legyen, ez nem fordult elő egészen a modern korig. Nagyon jó példa erre az amerikai őslakosság, akik békepipát szívtak és egyebeket különböző hosszúságú időszakokig, évszázadokig is néha, attól függ, hogy meddig állt fönt a törzsi kultúrájuk és mikor kellett váltani. De sohasem volt jellemző az, ami a nyugati világ hódítása után az alkoholfüggő és egyéb anyagfüggő állapot, amikor egész törzsek, egész rezervátumok váltak teljesen horizontálissá és képtelenek voltak a működésre. Mi lehet ennek az oka, hogyha már így látjuk a szenvedés tényét? Valószínűleg a tudatunkban van, hogy valami olyasmit keresünk, amit így gondolunk elérhetőnek. Hogy mit keresünk, miféle mennyországot szeretnénk, és miféle pokoltól félünk. Amikor módosítani akarjuk azt a tudatot, amelyik ezt a világot így látja, hogy van. Mit keresünk? Mitől menekülünk? Ha megnézed, hogy ez a világ most milyen értékrendet épít föl, nem nehéz meglátni, hogy ez az elképesztő hatékonyságigény, a materiális javak, az érzékszervi élvezetek hajszolása és mindenek fölététele, ez eredményezi azt a szenvedélyt, hogy ezt minden áron hajszoljuk. És ezt napi rendszerességgel láthatod különböző médiákban és különböző emberek arcán, hogy errefele kell menni, mert ez a társadalmi norma, legyél boldog, gazdag, lehetőleg független mindenkitől, építsd ki a saját világodat, valósítsd meg önmagad, lehetőleg a leggyorsabban, a leghatékonyabban, miközben nem tudjuk, hogy mindez hova vezet. És a legeklatánsabb példája a társadalmilag elfogadott szenvedélynek, az a munkafüggőség. És ez a munkafüggőség az, ami fantasztikus gratulációkat tud hozni, akkor, hogyha profitabilis, tehát nyereséges. Amikor már a családot rombolja le, akkor már azt mondjuk, hogy hát egy kicsit sokat dolgozik apuka, foglalkozzon egy kicsit többet a gyerekekkel is, meg vegye észre, hogy a feleségének van születésnapja. De nem teszi, mert ugye arra vagyunk kondicionálva, hogyha van ugye 500 forintunk, akkor legyen 1500, ha van 100 ezer, akkor 150 ezer legyen, ha 1 millió, akkor 150 millió, ha 1 milliárd, akkor 100 milliárd. Lehetőleg a Forbes 500-ban legyünk benne. Ez az út. Ez az, amit kondicionálnak beléd. Belénk. Ebben a társadalom félelem reflexeitől kezdve a túlélésig minden benne van, amit korábban tanultunk, de ilyen kombinációban, mint az utolsó 100 évben nyugaton, így még nem csináltuk meg. Ennek részleges eredménye 2,5 világháború. A fél az, ami a 60-as évektől indult és is sporadikusan szépen mutatkozik meg a bolygó különböző pontjain, ahol a hadiállapot sohasem szűnt meg. De az a szenvedély, hogy elérjük a tökéletest, hogy elérjük
a háborítatlan gazdagságot, a múlhatatlan örök boldogságot itt ezen a földön, ez a szenvedélybetegség kódja. Mert ez az, amit nem lehet. És hogyha erre hajt mindenki, akkor előbb-utóbb tompítani kell a fájdalmat, hogy nem lehet. Hogy nem tudsz örökké élni, hogy nem leszel a leggazdagabb, hogy nem leszel örökké szép, és nem leszel örökké boldog. És ez a szenvedés, ez a tény, ez elkerülhetetlen, és ezt át kell látni, és mint a jó doktor, meg kell látni az okát, a megszüntetését és a megszüntetés útját. Rengeteg lehetőség van erre, csak nem szoktuk összekötni a lehetőségeket a problémákkal. És hogyha a munkaholista már nem lehet munkaholista, akkor lesz alkoholista, vagy hogyha ilyen neveltetést kapott, akkor már nem elég ugye a zene a klubban, hanem egy kis designer droggal rá kell tolni, akkor nem elég. Tehát, hogy nincs egy olyan határ benned, mert nem kaptad meg soha, hogy hol az elég. Ezért tovább, egész addig, amíg a fal adja a másikat. Egész addig, amíg a társadalom elfogadható szenvedélyeket ad neked, ezt nem veszed észre. A tanulás szenvedélye, a munka szenvedélye, azt, hogy ennek ugye hol van vége, senki nem mondja, van ugye örök életre szóló tanulás. Az emberek nem szeretnek nyugdíjba menni, legalábbis a nagy részük nem. Szeretnének még tovább dolgozni, hogy hasznosak legyenek, és ez rendben is van. Csak akkor, amikor elkezdesz tőle függeni, és a függésből különböző válaszreakciók születnek, amikor a szenvedélyből szenvedélybetegség lesz, amikor az odatartozásból, a lojalitásból ragaszkodás, amikor a kapcsolatból kapcsolatfüggés, amikor a boldogságból toxikománia, akkor látjuk, hogy valami nincs rendben. Valamilyen határt nem látunk. Valamilyen okozatiságot nem vettünk észre. És ahhoz, hogy ezt észrevegyük és ne tüneti kezelést adjunk neki, ahhoz, hogy ne korábbi rutinokból induljunk ki, ahhoz, hogy ne ítéletalkotásból induljunk ki, ahhoz, hogy ne pusztán logikai, analitikus módon próbáljuk kezelni az egészet, ahhoz, hogy bölcsességgel és együttérzéssel tudjuk megközelíteni ezt, az el kell mennünk a kezdethez és a véghez. Meg kell látnunk, hogy hogy kezdődnek ezek a dolgok, és hogy végződhetnek. Meg kell látnunk azt, hogy valójában a tudatunkban kezdődik ez az egész, és csak is mi tudjuk befejezni és bevégezni. A tüneti kezelés csak arra jó, hogy ne annyira mérgezetten ébredj, mint tegnap, vagy tegnap előtt. De a munkát az orvos helyetted nem végzi el. A munkát helyetted a pszichológus nem végzi el. A munkát helyetted a családi tanácsadó, a rendőrség, a különböző elterelő programok nem végzik el. Mi végezzük el akkor is, hogyha ezt nagyon-nagyon másképp szeretnénk. Csak is mi végezhetjük el. Csak is te végezheted ezt személyesen, esetleg többekkel együtt, mert csoportosan könnyebb, de az erőfeszítésed nélkül nem megy. Ennek kell látni, hogy ugye jogi, vallási, történelmi, gazdaság és egyéb kondíciók oda vezettek, hogy egy mélységesen szenvedélybeteg társadalmat építünk. A szabadság és az identitás önmagában gyönyörű, de amikor szenvedélyt varázsolnak belőle, akkor lesz belőle nacionalizmus, sovinizmus és egy olyasféle magatartás, ami önpusztító. Egyéni szinten is, családi szinten is és csoport szinten is. Ezek az aláhullott kultúrák, ezek a szétesett családok, ezek a működésképtelen társadalmak. Tehát valami a tudatban elszabadult, valami túlment azon a határon, amit úgy hívunk, hogy elégséges, valami túlment a működésének a paraméterein, és ezt régen a görögök hübrisznek hívták, most esetleg túlzásnak, vagy az elégséges nem látásának. És hogyha a szenvedélybetegség ugye túl lép már a társadalmi normákon, akkor rombolónak kiáltják ki, pedig pontosan ugyanúgy viselkedik, mint az a környezet, ahol ő volt. Ugyanazokat a traumákat viszi magával, mint amit kapott korábban, csak éppen nem munkába folytja, hanem mondjuk alkoholba. Nem a természet illatát óhajtja szívni, hanem mondjuk az egyebeket szeretné szívni. És onnantól kezdve deviáns, onnantól kezdve rossz, és onnantól kezdve borzalom. Mindenkinek, de az ítélet nem segít.
Tehát nézd meg azt, hogy a saját szenvedélyed mit csinál. Mert az a legérdekesebb és a legszomorúbb, hogy szenvedély nélkül viszont nem megy. Csak ne légy szenvedélybeteg, ne legyél függő. De az érzelmek és a gondolatok együtt hatalmas energiákat tudnak leadni akkor, hogyha egy cél szolgálatába állítod és szenvedélyesen követed azt a célt. Tehát nehogy levágjuk azt a bikát, amit meg szeretnénk szelídíteni. Nehogy vágóhídra küldjük a tehenet, amelyik tejet ad. Az érzelmeink és a gondolataink nélkül nem vagyunk emberek, a szenvedélyeink nélkül nem tudunk élni. De hogyha ezek túlmennek egy olyan határon, ami nagyon is jól látható kívül, akkor nagyon pusztítóvá tud válni. Csak az a kérdés, hogy látjuk ezt a határt belül. És nagyon gyakran azt látom, azt láthatjátok, hogy emberek nem tudják megállni a pusztulás szélén sem, hogy visszaforduljanak, mert a korábbi karmájuk hatalmas erővel, tehetetlen, legyőzhetetlen lendülettel hajtja őket előre. Ezek lehetnek korábbi úgynevezett pozitív élmények és úgynevezett negatív élmények, de hívjuk egyszeres, mint kondicionáltságnak az egészet. Ezeket a kondíciókat hogy szedett ki magadból? A gyerekkori traumákat hogy szedett ki magadból? Az apád és az anyád viselkedését hogy szedett ki magadból? Az előző életeket hogy szedett ki magadból? Hogyan választódsz le róla? Hogyan nem azonosulsz vele? Hogyan szabadulsz meg attól a függéstől, amit beléd építettek? És ekkor léphetsz az útra, hogyha ezt meg akarod tenni. És ez a te utad. Ez nem vallás, nem stílus, nem kultúra, nem módszer. Ez a te utad belül. És mihelyt eldöntötted, hogy rálépsz arra az útra, ami meglátja a szenvedélyt, a függést és ezért a szenvedést, ráléptél az útra. Csak te teheted, mert ez benned van. És mihelyt megszületett benned, kívül is formát ölthet, olyan formát, amilyet te választasz. Szerencsére rengeteg választási lehetőséged van. De hogy nem az orvos gyógyítja a beteget, hanem a beteg gyógyítja önmagát, ez az orvos csak segíthet, hogy az úton járó sem a tanítótól kapja a tanítást. Mindentől egyszer s mint, de valójában csak önmagától. Csak a saját felismerésed vezethet. Kívülről kaphatsz sok mindent, de az nem a tiéd. Azt nem te termelted ki. Legfeljebb segíthet, legfeljebb inspirálhat, legfeljebb rávezethet. De valójában te vagy az, aki az utat járja. Te vagy az, aki felvetted ezt a testet. Te vagy az, aki gondolkodik a gondolataiddal, érez a szíveddel, emlékezik a tudatoddal. Tehát a felelősség is rajtad van. De az a szerencse, hogy a megoldás is benned van. Ahogy a kezdet és a vég ugyanabban a lélekben van, ugyanúgy a probléma és a megoldás ugyanabból a forrásból származik. És hogyha ezt mered felismerni, akkor megszűnik az igény arra a rózsaszín boldogságra, arra az anyagi vagy érzékszervi függésre, amelyből csak további szenvedés származik. És akkor tudsz egy más tudattal, másféle, egy egyszerűbb, egy tisztább világot építeni, ahol van valódi kapcsolat, ahol van valódi szabadság, valódi együttműködés, mert nem dualisztikus téveszméken alapozódik, hanem tiszta, világos felismerésre. Van rendes és normális család és közösség, mert az emberek szabadon társulnak, és szabadító módon viselkednek másokkal. Ne itt, hogy ez egyfajta idealizmus. Itt nem egy új ideológiát, nem egy új doktrínát, és végképp nem egy új vallást építünk. Amiről itt szó van, ez egy 2500 éve datálható, de azt megelőzően is létező gondolkodásmód és látásmód tükrében ilyen. Csak a modern kor ezt nagyon-nagyon másképp látja, és beteszi a múzeumba, beteszi a furcsa divatok világába, beteszi a zárt közösségek ideájába, és mindez nincs így. Mindez egy ugyanolyan önvédelmi, sztereotíp viselkedés, mint azoknak a betegeknek az esetében, akik azt mondják, nekem semmi bajom, nekem ne gyere ilyen újdonságokkal.
én jól vagyok. És hogy az Örkény István egy percesben, ugye? Uram, de rég látta. Hát hogy vagyunk, hogy vagyunk? Én tökéletesen, köszönöm szépen. Igen? Hát akkor ez itt mi? Ja, ezek a beleim. Hát nagyon sok tanítást kaphatunk, nagyon sok felismerésben részünk lehet, hogy valójában milyen úton megyünk, azt csak mi határozhatjuk meg, és hogy mi a célod, azt is. És hogy hol van az elég, azt is. Ennyit szántam bevezetőnek, és most örömmel várom mindenkinek a kérdését, bármilyen kérdés is legyen az, zenről, társadalomról, útról, szenvedélyről és szenvedésről, vagy egyéb másról, amiről szeretnél. Hát ugye a szüleinktől akkor nem örökölünk dolgokat, mint az alkoholizmus, a depresszióra való hajlam, vagy csak ez a visszahúzódás, mi akkor ez hogy van? Ezt látjuk, és ezt küzdünk magunkkal, vagy... Bocs. Vagy ezt örököljük. Miért születtél oda, ahova születtél? Miért születtél oda? Hát, nagyon ma akartak szenvedtetni. Csak ők? Te nem jelentkeztél oda? Hát, nem hiszem. Nem biztos, hogy ezt szerettem. Van egy régi orosz mondás, hogyha úgy találod, hogy egy hatalmas furkosbot a fejbe sontak, akkor valószínűleg te tartottad oda a fejed alá. Ez megint csak kulturálisan kondicionált, de a lényeg az, hogy a legfontosabb dolog a vonzás és taszítás törvényét látni. Te nem születhetsz oda, ahol nincs dolgod, te nem születhetsz oda, ahol nem kellene azt folytatnod, amit korábban abba hagytál. Az öröklés csak reaktiválás. Természetesen megtanulhatsz csavart húzni, meg egyebeket, ez tanulás. Most öröklésről van szó. Valójában ezek a nagyon korai kondíciók, nagyon korai neveltetések, ezek csak emlékeztetnek arra, reaktiválják azt, amit hoztál. Nincs mit átörökíteni. De van egy óriási nagy sor, amit éveken keresztül kinevelnek, felnevelnek benned. Ezek a karmikus csírák, amiket hoztál magaddal. Azok a mintázatok, amiket újra fel akarsz tölteni valósággal. Azok a hajlamok, amelyeket ki akarsz élni. Azok a dolgok, amiket akarsz tapasztalni. Ezeket hívjuk predispozíciónak, és aki itt volt korábban, emlékszik rá, ez a nyolcadik tudatban, a tárház tudatban, az álajában tárolod. Az álaja és a manasz, az ítéletalkotó és a tárház tudat együtt, ez a mentáltest. Ebben van minden. Itt tároltál minden impressziót, amit az első hat megkevert, és tálalt, és odaadott neked. De ez a 7-es-8-as sem te vagy, ez csak a karmád. Ez, amivel azonosítjuk magunkat, és valójában nem ezek vagyunk. És ezzel felveszel egy testet, és ezzel megszületsz. És ezt akarod újra kibontani egy újabb életben, egy újabb tapasztalás akaratával. Ezért születsz azokhoz a szülőkhöz, arra a helyre és abban az időben. Tehát ne azt kérdezz, hogy kívülről, hogy miért kaptam ezt? Miért tartottad oda a fejedet? Valójában mit hoztál le magadban ahhoz, hogy ezt neked a szüleidtől, a családban ugye tapasztalnod kellett, és azt kitakaríthatod. De először meg kell látni a karmát. Ha nem látod meg, akkor nem tudod kitakarítani. Jó? Tehát nincs pusztán külső ok, és nincs pusztán belső sem. A kettőnek a kombinációjából, a kettőnek az érintkezéséből fakad az egész. Kb. Úgy, mint hogy nincs tűz anélkül, hogy a gyufaszálat és a gyufás dobozt egymásnak ne kocintanád. Tehát önmagában sem a gyufaszál, sem a gyufadoboz nem képes a lángra. De hogyha a kettőd így egyszerre, akkor van tűz. És ez az élettüze, ez az érzékszervi élettüze.
az a láng, ami bennünk ég, mint vágy, harag és téves nézetek, vagy bölcsesség, együttérzés és segítő odaadó szándék és cselekedet. Jó, tehát azért születtél oda, hogy a korábbi karmád összessége oda vitt. És amennyiben azt tapasztalod, amit szeretnél, annyiban akartad, és amennyiben azt tapasztalod, amit nem szeretnél, annyiban nem láttad át, de mégis azt tetted. Nagyon sokféleképpen lehet vezetni autót, de jó, hogyha nyitva van a szemünk közben. Úgy is lehet vezetni, hogy becsukod, csak akkor nagyon hamar csattan. Jó? Tehát ha nem láttad át, hogy mit csinálta, akkor nem kívánatos következmények vannak. Ha átláttad, akkor valószínűleg jól döntöttél, és de még úgyse biztos. Az ember önsorsrontó tendenciái azok kimeríthetetlenek. És ha most meglátom, akkor kijavíthatom? Tehát a következő életem már lehet jobb. Pontosan. Tehát amikor meglátsz magadban valamit, el kell döntened, hogy ezt magammal akarom vinni, vagy nem. De ha nem, akkor most hagyd abba. Most tedd félre. Most szabadulj meg tőle. És ez önmagában nem a jó és rossz tulajdonságokra vonatkozik, hiszen egy pillanatban egy adott tulajdonság, egy adott helyen nagyon jól tud működni, de kiviszed egy másik környezetbe, másik helyre, akkor már nem. Ez az azonosság tudat, az egoitás szilárdságának a hite. Tehát ez az, ami iszonyatosan fontos, hogy változzék. Mi az, amivel azonos vagy? Tehát mi vagyok? Ez nem a meditáció módszere, témája, célja és mindene. Ennek a kérdésnek a művelése. Hogy mi az, ami lát benned? Mi az, ami hall a füleddel? Mi az, ami gondolkodik a tudatoddal? Mi az, ami mozgatja ezt a testet? Mi az, ami beszél? Mi az, ami érez? És hogyha ezt megtalálod, akkor az első 8, ugye, látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés, fogalmi gondolkodás, ítéletalkotás, emlékezés, ez a 8, ennek nincs hatalma rajtad. Mert beláttad, tapasztaltad, hogy eredetileg ezekkel te nem vagy azonos. És így lehet azt érteni, hogy mi az, amit magaddal akarsz vinni, milyen illúzióban akarsz még ringatózni. És ekkor látható be, hogy te semmit nem örököltél. Te azt hoztad magaddal, és a szülőket megkérted születésedtől fogva, legyetek szívesek engem emlékeztetni erre. És néha ezt nagyon brutálisan tudják megtenni, de megteszik. És a külvilág ugyanezt. És amikor rájössz, hogy valóban van szabad akaratod, de egyébként függő helyzetben vagy egy csomó mindentől, akkor látod, hogy milyen elképesztően komoly ez a játszma, amit életnek hívunk. Halálosan komoly. Ugyanis nem tudod a lineáris időben visszafordítani. Térben forgolódunk jobbra-balra, kész körforgalmak vannak. Mert ott van 3 dimenziód. Az időben csak egy. Nem tudsz visszafordulni. Nincs síkváltás. Nincs kegyelem. Egyszer csak vége ennek a konfigurációnak, és szevasz. Tehát gyönyörű rendeletekkel, ítéletekkel és egyebekkel felmentést tudunk adni különböző dolog alól, az idő múlásától nem. Olyan király még nem volt. Tehát figyeld azt, hogy mi van benned, mert a benned lévő dolgok függvényében történnek a külső dolgok is. Születéskor, felnőtt korban, idős korban, aztán tovább. Ugyanúgy. Jó? További kérdés? Az lenne a kérdésem, hogy tehát, hogyha jól értem, akkor az illúziók lebontásához, illetve a megvilágosodáshoz alapvetően kétfajta irányt kell követni. Egyrészt meg kell találni a valódiét, másrészt pedig a mindenkori jelenben kell valamiképpen cselekedni. Na most mi van azokkal az emberekkel, akik valamilyen mentális betegségben szenvednek, vagy pedig örökletes mozgásszerű betegek, vagy a bénák, tehát hogy
Tehát, hogy ők például, tehát a mentális betegek tudnak-e meditálni, vagy hogy akkor el tudják érni ezt a tudatszintet, amivel ők is rá tudnak jönni, vagy ez pedig ebben az életükben ez nem fog bekövetkezni, hanem feltétlenül akkor egy következőben is ez a fizikális betegekre is vonatkozik, hogyha nem tudnak mozogni, akkor nem tudják adott esetben azt a cselekvésüket sem megváltoztatni, ami csupán történt. Tudsz meditálni? Még nem próbáltam őszintén szólni. De... Akkor ez fontosabb kérdés, mint a mentális betegeké. Tudsz itt lenni a jelenben? Igen. Mennyire? Milyen gyakran ragad el a gondolat? Most már el is ragadott. Tehát a kérdésed tartalmazott egy nagyon jó kezdést, és utána tele volt elhárító mechanizmusokkal, nehogy véletlenül rád válaszoljuk. Pedig az itt kőkeményen bekövetkezik. Te vagy a kérdés. A te tudatod a kérdés. Ha tudsz meditálni, nagyon jó. Használd fel arra, hogy mindig ebben a pillanatban tisztánlás és helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés és cselekvés mind tiszta legyen. Jó? Akik betegek, azoknak először meg kell gyógyulniuk. Ehhez az orvosok és egyebek segíthetnek. És amikor készek rá, akkor gyakorolhatnak. De az nem kórházi lelet, különböző kényszerzúgonyok és folyadékok kérdése, hogy ki a mentális beteg, mert itt nagyjából mindenki valami az oly módon ragaszkodik, hogy ez megőríti az egész földet, úgy, ahogy van. Jelenleg ez a pénz. Tehát, hogyha őrülteket kellene találni, akkor szerintem ott kellene keresni azokban a tudatokban, akik virtuálisan akkora gazdaságot hoztak létre, amelyhez 6 darab föld kell, mert jelenleg ott tartunk, hogy a virtuálisan elszámolható gazdasági forgalom, pénzügyi forgalom inkább, az a világ valós GDP-nek a 6-szorosa. És ezzel csak egy baj van, ez egy földünk van, és nekünk kellene megtölteni munkával és valódi termékekkel és szolgáltatásokkal mindazt a virtuális világot, pénzügyi világot, amit gyönyörű matematikai módszerekkel megteremtettek. Most ez nem őrület? Tehát hol van ennek a definíciója? Hol az őrült? Hol a mentál beteg? Tehát itt vagy? Tiszta a tudatod? Tisztán látsz? Tisztán hallasz? Na, ezeket a kérdéseket kell föltenni. További kérdés? Picit várjunk volni, hát ha bekapcsolunk a további része a közösségnek. Akkor miért akartad föltenni? Nem, ezt Noncsi kérdezte tőlem tegnap hazafelé. És Noncsi most nincs itt? Hát nem, mert holnap iskola. Egyem a drága lelkét, jó, hogy tanul. Akkor most tedd fel a kérdését, és majd hazavisszük a választ. Mondja. Jó, hazavisszem. Hogy... mis volt? Hogy... mert ennek az a szertartás, hogy van-e valami hasonló az ilyen betegek részére. Most konkrétan ő szerintem az anyukájára gondolt, akinek hasonló problémája van, mint nekem. Tehát, hogy jó, hogy tud segíteni neki, hogy ne legyenek ilyen problémái. Hát lehet neki segíteni, csak hát ez csak annyiban fog működni, amennyiben az anyuka ezt elfogadja. És ez nem egy külön szertartás, hanem egy ének, az együttérzés energiájának a kiterjesztésére. Tehát az együttérzés energiáját küldöd a másik embernek, erre megvan a kulturális és ugye spirituális forma, ezt hívjuk kvanszámbószál éneknek. Ne tessék a nevem fönnakadni, ez koreai, és a koreai neve az együttérzés megtestesülésének. Valahogy el kell nevezni, valahogy formát kell neki adni, hogy ugye küldhető legyen, vagy átérezhető gyakorlatilag legyen. A valódi együttérzés az a tudatunkban van, csak hogyha belső térből nem tudod külső térbe, vagy egyik tudatból a másikba ugye küldeni, akkor nem tudsz vele dolgozni.
Ez kb. Olyan, mint a víz. A víz az nem ez a palack, de hogyha nincs a palackban, akkor iszonyú nehéz lenne inni. Valami forma kell neki. Még a folyó is egy forma, meg a forrás. Most képzeld, hogy anélkül. Elég komoly feladat. Tehát az együttérzés energiát is lehet küldeni, gyakorlatilag úgy, hogy eldöntöd, hogy most ő neki, és akkor fél órát, vagy 20 percet, vagy még többet. Igen, ez ott kell lennie. Nem kell ott lennie, sőt, ha ott van, akkor lehet, hogy bezavar. Ne csináld ezt, sőt, nem kell. Küldöd neki, szépen megkapja, és nem felét kell valami egyetértéssel bírnia, hanem hogy amikor megjön a belátás, hogy hú, hát másképp kéne csinálni. Másképp kéne gondolkodni. Másképp kéne cselekedni. Na, azt fogadja el. Az ember egy nagyon érdekes állatfajta, mert ragaszkodik a szenvedéshez. Miért ragaszkodik hozzá? Mert ismeri. Azt ismeri. A nem szenvedést, azt nem ismeri, tehát fél tőle. Tehát amikor már annyira szenved, hogy az legyőzi a félelmét, akkor ugrik. Ha meg nem, akkor boldogan ül a dagonyában, és nyugodtan piócák marhatják, és süt a nap. Süt a nap. Jól vagyok. És közben ott van az iszap vulkán körülötte. Amikor már annyira forró, akkor már az ismeretlen szárazföldre is kiugrana, ha még lehet. Tehát tessék érte énekelni, de azt is tudomásul kell venni, hogy csak ő változtathatja meg a saját karmáját. Ez adhat neki segítséget, energiát, intuitívvel, felfrissíti a tudatát, új belátásokat, azért nagyon sok minden lehetséges azért, hogy csomó energiát embernek szentelsz. Na de mit csinál vele? Meg kell próbálni. Az neked is jobb érzés. Nem ment föl semmi más alól, tehát nem lehet pótolni vele semmit. De nagyon-nagyon jó érzés, hogy valakiért önzetlenül, teljesen nyílt végű módon, abszolút elvárás nélkül, de teszel valamit. Tudod, hogy miért teszel? Nincs elvárás. Ez nagyon fontos, mert akkor ebből is szenvedélybetegség lehet, hogy én annyira ezt akarom, és hogyha nem, hát nem sikerült. 100 napig énekeltem anyámért karszámból, szállt, nem ment, megyek a kocsmába. Kész. Tehát akkor meg ez van. Elvárás nélkül, tudván, hogy az ok és okozat törvénye működik, csak nem tudjuk, hogy mikor. Mikor hoz eredmény. Mindig működik, csak hogy mikor hoz eredményt, azt nem tudjuk. Állandó. Jó? Egyéb kérdés? Bármilyen. András. Úgy gondolom, hogy a szenvedélyekkel, szenvedélybetegséggel, a vágyakozással, a haraggal, ezzel valamennyire összefügg azok a létezők, amelyeket úgy tudom a koreai hagyomány is elfogad, a különböző ilyen szellemi entitások, amelyek vannak negatívak, vannak segítők. A szenvedélybetegségeknél mind a kettő érdekes, ezért szeretnék egy kicsit többet megtudni róluk. Illetve arról, hogy ez a fajta játszma, amit az emberek legyártanak a szenvedélybetegségekkel, a függőségekkel, és az a rengeteg negatív érzelem és szenvedés, amit ez termel, az hogyan hasznosulhat táplálékként, illetve hogyan lehet ebből az egész körforgásból a zen gyakorlás segítségével kilépni és tudatosan. Ez három óriási témakör, ezt látod? Akkor vegyük sorjában. Amint azt tanultuk korábban, a buddhista világkép szerint van ugye a születés és halál kényszerküszöbe alatt van 6 birodalom. Ebből látunk kettőt, az emberit és az állatit. Az alatta levő démonit és pokolbélit azt nem. Ezek csak mentál testek, nem fizikai testek, mert észrevennénk őket és itt mászkálnának. És az emberi fölött van a félisteni és az isteni. Na most ez mindaddig tündérmese, amíg a tudatodban ezeket a szegmenseket meg nem tapasztalod, ugyanis amint kint, úgy bent. Tehát nagyon fontos meglátni, hogy ezek nem ilyen elkülönült kis buddhista dobozkák, amikre fölírtuk ilyen dolgokat, és kettőt ki tudsz nyitni, kettőt meg nem alul, és kettőt meg nem fölül. Ez mind a te tudatodban van. Mind a te tudatodban van. Tehát amikor ilyen isteni módon érzed magad, egy pillanatra mondjuk, akkor szinte el is feledkezel minden másról, aztán valamikor a depi az betaszít egy ilyen éhes szellem
állapotba, és amikor másokon állandóan bosszút akar szállni, és ez a haragvó, ugye démonikus állapot jön, akkor meg az ember elveszítheti emberi mi voltát és emberi gondolkodását vagy érzését. Tehát ez az egész úgy, ahogy van, itt benn van. De nem csak itt, tehát nehogy azt higgyük, hogy ez csak egy ilyen találmány itt az agyban, mert a tudatod az nem korlátozódik a krániumra, a koponyára. Ezt már tudjuk, hogy itt is van, rengeteg, de ez az egész úgy, ahogy van a test is, és az univerzum is egy azon tudat működésének a teremtménye, bármennyire is úgy tudjuk, hogy ez szét van osztva jelenleg a Földön 7 milliárd fajra, bocsánat, 7 milliárd egyedre egy fajon belül, stb. 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 Tehát úgy kéne az egészet meglátni, ez egy adott hatalmas hullámsáv különböző szegmense. És ha ezt így látod, akkor megvan a felelősség, hiszen tudatminőséged függvényében kapsz emberi testet vagy állatit. Vagy transformációval lehetsz egy magasabb világnak a tagja. Vagy egy lefelé transformációval egy alacsonyabb világnak a része. Attól függ, mit csinálsz magaddal. Milyen karmát hozol létre. De ami nagyon érdekes az az, hogy főleg a zen, második kérdés, hogy hogyan lehet ebből az egészből kikeveredni. Ez az egész a tudatod és a gondolkodásod terméke. És mint ilyen, függő keletkezésnek alávetett. A saját gondolatai, érzelmeid, ragaszkodásaid, beállítódásaid, mindenféle tudatformának a függvénye. Ha ezekhez nem ragaszkodsz és ezeket nem termeled újra, megszabadulhatsz az egésztől. És ezt hívjuk a születés és halál kényszerküszöbe fölé való eljutásnak. Illetve megszabadulsz az élet és halál kötöttségeitől. Tehát ez egy nagyon fontos momentum, mert lehetsz te nagyon jó ember, nagyon jó karmával, de akkor is itt keringsz a szamszára körforgásában. És a zen az gyakorlatilag azt tanítja, hogyan vágod el a gondolkodást, hogyan hagyod abba a meddő vágyakozást, hogyan szoksz le a szenvedélyekről, úgyhogy térj vissza a gondolkodás elé, azon gondolkodás elé, ami legyártotta mindezt. És mihelyt legalább nyakig kín vagy a vízből és így körülnézel, meglátod a partot. Amíg a víz alatt vagy és különböző tengeri herkentjükkel kell foglalkozni, magyarul a tudatod illúzióival vagy elfoglalva, addig nem látod a tengernek a partját, és nem tudsz oda eljutni. Na, mi volt az, amire még nem válaszoltam? Elég így? Jó. További kérdés, bármilyen? Szenvedélybetegségek közé tartozik mondjuk a párkapcsolat beteges keresése, és ismerek olyan embereket, akiknek akár jó pozitív dolgot hozhatok be, akár negatívot, de betegesen keresik, hogy nekik legyen társuk, mert ezt látják, mások is ezt csinálják, mások is ezt kérik, stb. És akár jó neki, akár nem, lényeg, hogy legyen. Hát ezt úgy hívják, hogy kapcsolatfüggőségenek már megvan a szakszava. És hát azért nézzük meg, hogy ez hogy működik. Hát ez is le tud menni a romantikus, ugye vágyal teli, gyönyörű mozifilmtől az éhes szellemig. Tehát, hogy annyira erősen akarja, hogy miért megkapja, fel is falja. Persze, hogy van ilyen. Gyakorlatilag ez az intimitás, szerelem, szeretet és ennek a hiánya. És hogyha nagyon mélyre megy ebben a spirálban, olyan helyzetet tud létrehozni, amitől teljesen lehetetlen lesz, majdnem teljesen lehetetlen lesz, bárkivel normális kapcsolatot kiépíteni, mert egy ilyen iszonyú fekete lyukba senki nem akar belelépni, hogy az esemény horizonton túljusson, és gyakorlatilag laposra ugye mángorolja az a gravitáció, az iszonyú szomja, ami a másik emberben van. És az a legdurvább ebben, hogy az ilyen hatalmas nagy yin, ez egy yin probléma, ez a gravitáció problémája, az állandó vonzás, az állandó befelé való ugye terjedésnek a problémája, azt akarja, hogy a másik ebben vegyen részt, de a másik úgy érzi, hogy darabokra töri, megeszi, felfalja, ilyesmi. Erre sajnos, ugye, illető szempontjából biztos, a gyógyír az az adásnak és az önálló feltétel nélküli szeretetnek a felébresztése és a gyakorlása. Hiszen mit szeretnénk? És hogyha ezt az illető belül át tudja fordítani, ez egy hatalmas energia.
és ez a negatív tudatállapotokra is igaz. Ha meglátod azt, hogy magadban kell kitermelned a pozitív tudatállapotok kiindulását, ahhoz, hogy kapj, ahhoz adnod kell, ahhoz, hogy szeressenek, ahhoz szeretned kell, ahhoz, hogy együttműködjenek veled, neked kell kompromisszumokat kötni. Ez mind belőled indul ki. És hogyha egy ilyen ember, a kapcsolatfüggő, ugye negatív spirálban lévő ember, az nem tanulja meg, hogy az állandó szomjból, vonzásból és ugye vágyból és akaratból egy polaritás váltással ki kell kerülnie, és neki kell adnia, neki kell szeretnie, neki kell valahogy ugye valami fényt adni az állandó sötétség helyett, akkor itt életeket el lehet tölteni. És nem fog találni senkit. Ez állandó egymásba zuhanó, folyamatosan egymásba zuhanó tudattartalma, hogy ezért nem, azért nem, még így, még úgy. És borzasztó, ez az önsorsontás egyik hatalmas változata. Ugye a kapcsolatfüggés az úgy oldható föl, hogy hogyan segíthetlek. Mindegy, hogy velem vagy, mindegy, hogy nem vagy velem. Ha elmész, akkor is szeretlek, ha eljössz, akkor is szeretlek. Teljesen mindegy. És ettől a feltétel nélküliségtől, ettől a sebezhető, nyitott magatartástól, ettől az adástól, ettől az együttérzéstől lesz az a tudat annyira szép és annyira pozitív értelemben vonzó, hogy nem tud válogatni később. És ez egy hatalmas ugye, belső tanulás, hogy hogyan lehet szeretetet adni és szeretetet ébreszteni, de követelni sohasem. És képzeld el, kilép be egy olyan házba, ahol rögtön feltrancsírozzák és felszolgálják vacsorára. Hát az, oda mi nem megyünk. Igen. További kérdés? Én még először vagyok csak itt, de most így a kérdések során nekem eszembe jutott ez a hely, hogy én saját magamról beszélek. Most, hogy egész pici koromtól voltam egy helyen, ahol jártam óvodába, iskolába, majd felnőtt koromban egy időre elkerültem és vissza, és a gyerekeim is ugyanabban iskolába, óvodába. És valahogy múltkor gondolkoztam el, hogy mi dolgom van itt, vagy... Szóval szerettem a helyet, szeretem ezt a környéket, ez itt a Gellért-hegy és Aljas környéke, és hát ugye, igen, hogy valahogy jó dolog, de hogy mindenki, tehát hogy így ide visszakerültünk, gyerekek is, meg... Valószínűleg ott van dolgotok, tehát ott akartok lenni. Mások, a másik. Nekik is? Persze. Hogyha nem akarnak onnan elköltözni és elmozdulni. Én a mai napig ugyanabban a lakásban élek, ahol én először megláttam a napvilágot, amikor Pesten vagyok. Persze templom életet folytatok a Pilisben, de amikor Pestre jövök tanítani, az ugyanaz a lakás, és ott az egy gyönyörű hely, velem szemben az epreskert, tehát nem valaki másnak a magánéletébe kell függönyön keresztül ugye, akár bepillantani, akár kívül maradni. Tehát ha az ember egy jó helyre születik, és úgy érzi, hogy az használható, és ott nem a kötöttséget, hanem a felelősséget, és a szabadságot, nyugalmat és egyebet élnek, nem kell onnan elmenni sehova. De még így az utcák is, mert sokat kell kimenni most, hogy lett egy kutyánk, és akkor sokat kell sétálni, és akkor ugyanazok az emlékek ilyen többféle síkon jelennek meg egyszer, hogy amikor én voltam itt kicsi, amikor a lányomat vittem itt, amikor... Az már nem a hely, az már te vagy. Olyan érdekes. Úgy hívják, hogy a múlt árnya. És a múlt árnya, hogy a ugye, további tudatrétegek, amelyek még mélyebben vannak és nem látod át, azok rá tudnak vetülni a jelenre. És az EN azt tanítja, hogy a múltra, jelenre és jövőre szakadt tudat nem érheti el a megvilágosodást. Nem tud 100%-osan jelen lenni. Nem tudja ezt a helyzetet kellő mértékben felismerni, és ugye helyről és helyzetről beszéltél. Tehát döntened kell, hogy egy adott pillanatban engeded a múltat rávetülni a pillanatra, és ezzel módosítani a jelent, vagy pedig nem. Vagy engeded-e a tudatodat előre menni a jövőbe, vagy sem. És ez
ez nagyon fontos, amit most ugye instrukcióként adok, ez nem egy tudati rendőrség felállítása, tehát nem egrecidoztatod és nem ítéled a saját tudatodat, döntést hozol. És a döntés az, hogy ebben a pillanatban visszamegyek a múltba és elmerengek azon, hogy az elmúlt 35 évben itt mi volt, és hogy hát ugye, itt a sarki ugye borpatika helyett előtte volt egy kricsmi, és akkor ott ilyen sörös korsók zuhantak szét a nyári forró éjszakákban, és különböző kiáltások hallatszottak, hogy az utca sarkon kiforduljon be is ki. Hát nekem ez volt ugye a Bajza utca, Szondi utca sarkán a gyermekkor, tudod? Aha. És tudtuk, hogy bizonyos nyári hónapokban, amikor a hőmérséklet eléri az adott átlagot, be kell csukni az ablakot éjszakára, hiába van hűvös, nem alszol. Tehát ilyenek. Tehát a mai napig hetente kétszer elmegyek ezeken a sarkokon, és belépek ugyanazon a kapun, de ez a múlt, ez nincs, mert nem akarom megidézni. És hogyha meg akarod idézni ezt a múltat, akkor állj le, és akkor nem kell semmi mással foglalkozni, és akkor menj vissza, és szárnyalj, és gondolkodj, és emlékezz, és ízlelgesd azt az aromát, ami a múlt érett ugye, illata. És ezt mind lehet. Ezt mind lehet. Csak ne kényszeresni magyarul, hogy ne állandóan ott legyen, mert akkor az probléma. Jó? Tehát a hely nem gond, a helyhez kapcsolódó tudat, a te tudatosságod az dönti el, hogy ott mit tapasztalsz. Mondok két érdekes példát. Mind a kettő olyan, hogy visszalátogat az ember. Egyik példa az Erdély. Az apai ág az Erdélyből jött, és Beletyós szép laktól nem messze, egy Lecsmér nevezetű kis faluban volt apám nagybátyjának egy birtoka. És mivel rengeteget jártunk, és én ilyen kicsi kis, ilyen 6-8 éves gyerekként mentem oda először, aztán serdülőként végeztük azt az időszakot, és utána snitt, utána középiskola, stb. Nem mentük. És most a 2000-es évek közepén egyszer csak olyanom volt, hogy akkor most üljünk be egy autóba, és ezt a hétvégét ne egyébben töltsük, hanem menjünk el Lecsmérre, és nézzük meg, hogy ott mi maradt, mert tudtuk, hogy ott rokonok így vették át, ez történt, rendszerváltás volt, stb. Természetesen ez a tanya, ami ott fönn volt Lecsmér fölött a szúrt, akkor ez totálisan elhagyatott volt, senki nem élt ott, minden ugye ki lett hordva több rendbeli ugye, begyűjtőkörútak által, és legdöbbenetesebb nem ez volt. Legdöbbenetesebb az volt, hogy az én 9 éves emlékeim, amikor 8-9 éves voltam, meg 10, meg 11, azok milliméter pontossággal ott voltak. És amikor oda mentem, azok, mint a széles vásznú film, tökéletesen megjelentek, és adták azt a nézőpontbeli különbséget, ami a valóság relativitását így egy pillanat alatt így a sejtjeidbe írta. Tehát, hogy mekkora volt a tornácajtó akkor és mekkora most. Mekkora volt a távolság az istálló és a ház között. Mennyi időbe tett eljutni az elalakú ház egyik sarkától a másikig. Mekkora volt a szoba. Milyen volt a búbos kemence előtt ülni akkor és most. Mekkora volt az az út, hogy menjünk fel a dombtetőre, és ez a dombtetei séta, az a fél óra, az örökké valóságig tartott akkor. Tehát más volt a tér és az idő, mert más volt a tudat. És aztán eljöttünk és nem mentünk többet vissza, mert nem volt ott dolgunk. És ez csak a méretbeli és időbeli távolság, ami pedig az érzelmi, az hát ugye Magyarországon is vannak bezárt birtokok, többek közt számos laktanya, és 25 év után a régi zajdai laktanyába visszamentem, mert a tanítványaimmal éppen Szlovénia fele mentünk, ugye tanítani, és visszafele lentibe ugye beugrottunk, és ott bekéreckedtünk. És a lenti? Hát azt mondták, másfél év lenti, helyre billenti. Nekünk egy év is elég volt, mert ugye mi előfelvettek voltunk, de azt mondták, hogy ez most egy katonai mondat, de nem lesz benne káromkodás, megígérem, kopasz tápos, nem lesz gumi. Tehát ez azt jelenti, hogy tehát sohasem leszel második időszakos, te végig kopasz leszel az egy év alatt, és meg is dolgozták az embert annyira, hogy te ne érezd, hogy te bármiből kijössz a leszerelésed napjáig. Tehát mi egy évet voltunk, a normálisak, ők pedig másfelet, és ezért enyhén megkülönböztettek minket, meg egyéb ilyen helyzetek történtek, viszont
akartam látni 25 év után, hogy az milyen? Most hogyan érezném azt az egészet, és egy teljesen üres épület, abszolút, mint egy levedlett kígyóbőr, mint egy üres hely, és odamész, és hogyha el akarod képzelni, akkor még mindig ott van a teljesen gyommal belepet alakuló téren az ezred sorakozó, és Fodor Lajos dandártábornok, aki most azért sokkal magasabban van. Tehát ilyeneket vissza lehet vetíteni a tudatnak, és emlékezhetsz rá, de attól az egész elmúlt. Tehát a legnagyobb döbbenet az, hogy bemész az étkezőbe, és nem érzed a szagot. Nem érzed sem a krumpli, a pörkölt és a levesnek az illatát, és nem érzed a csellónak, a hattáknak sem azt a moslékszagát, ami nagyjából egyenlő mértékben érvényesült az étkezőben. Tehát ezek olyan dolgok, hogy az emlékek azok ott vannak, csak az a kérdés, hogy engeded-e rávetülni a valóságra, és a tudatnak ez a funkció akkor derül ki igazán, amikor visszalátogatsz valahova, ahol nem voltál sokat, ahol volt egy filmszakadás, akkor előjönnek és a tárháztudatból így rávetülnek, megteremtődni egy olyan valóságot, ami elmúlt, mintha egy előző élet lett volna. Jó, tehát helyen nincs gond, ott lakással nincs gond, de milyen tudattal élsz ott? És persze, miért? Mert az a következő kérdés, és ezzel lehetne később dolgozni, jó? További kérdés? Kemény volt a nap, Olivér, ugye? Nem? Hát akkor van egy kis erőt, kérdezzél valamit. Láss valaki, bárki? Anna Mária. Közeledő minden szentek, és nekem az, amitől már előre félnek, hogy valakit el kell kísérni majd a temetőbe, aki minden évben kiteszi magát egy iszonyatos traumának, amitől nem hajlandó szabadulni, hogy hogyan tesz a kény jobban, hogyha őt hagyom, hogy élj azt a traumát, és mindenképp elélj magát, vagy ha egy idő után megszakítom ezt a feladatot, és inkább elhozom a temetőből ezt a személyt. Két kérdést kell föltenni neki. Te ezt valójában akarod? Mert rengeteg viselkedés és képmutatás és megfelelni vágyás és teljesítménykényszer van abban, hogy állandóan kivonszoljuk magunkat olyan helyekre, ahol egyébként már különösebb hatásunk, dolgunk és egyebünk az nincs. Vége. Igen, akkor viszont a másik kérdés, és akkor miért rám van szükség ehhez? Ez a második kérdés. Ezeket meg kell tudni válaszolni. A jól feltett kérdés fontosabb, mint 10 000 válasz, amit odahajít az ember. A jól feltett kérdés nem tűri meg a felszínes választ. Az mind lepattan róla. Szembe kell állni, szembe kell nézni, és a lehető legérzőbb szívvel és toleráns gondolkodással feltenni kőkemény kérdéseket, és várni a választ. És akkor kiderül, hogy ezt csak ő akarja, és te nem. Meg kell nézni, hogy milyen kapcsolat, mennyire van rád valóban szükség, és hogy mennyire kell neked érzelmileg ebbe belefolyni. Mert az, hogy te mint instrumentum ott vagy, és kiszállítod az autóból, és fogod a karját, és elkíséred, az nem jelenti azt, hogy neked érzelmileg ugyanúgy szét kell tépni magadat, mint a másik. Tehát ez az egyik, úgy mondom, a szükséges segítség. A szükségtelen segítség az, hogy szétbeszélitek az egészet, belefolyunk abba a játszmába, hogy ő nagyon rosszul érzi magát, és ezért én is csatlakozom hozzá, hogy annyira azért ne érezze rosszul magát. Ez csak egy példa a hihetetlen mennyiségű emberi játszmára, amit ilyen környezetben az emberek el szoktak játszani, csak azért, hogy saját magukat érzelmileg csillapítsák, vagy kielégítsék. És ez mind szükségtelen. Egyszer kell elbúcsúzni, de akkor nagyon. Vége. Nekem lenne egy kérdésünk. Most egy jó fél órája fogalmazódik meg bennem, hogy próbáljam szavakba önteni. Az egyik kérdésem az lenne, hogy az amerikai őslakosok is használtak tudatmódosítószereket.
hogy oldották meg azt, hogy nem lettek szenvedélybetegek? Ez az egyik kérdése. A másik kérdése meg az, hogy a mostani világban ugye nagyon könnyű tudatmódosítószerekhez hozzájutni, akár mesterségesen állított dolgokhoz, vagy természetes dolgokhoz teljesen nem. Hogy valószínűleg azért fordulnak az emberek ezekhez a szerekhez, mert ezek egy könnyebb út ahhoz, hogy megtapasztalnak olyan dolgot, amit egyébként meditáció vagy más úton tudnának megtapasztalni. Miért van beleépítve az egyéb utakba az a gát, ami nehezíti, hogy meg tudjak tapasztalni dolgokat, amit egyébként a tudatmódosító szerekkel könnyen megtok. Nagyon jó kérdés, mind a kettő. Az első, pár címszót mondanék, aztán kifejtem. A régi társadalmak, tehát a modern, individuális, technizált, monoteista, perateista kultúra előtti, az csoportkultúra volt, tehát egy hierarchia által szabályozott, és nem a boldogságnál megálló kultúra. Tehát ott az ősök szellemével kellett dolgozni, meg kellett védeni a földet. Az, hogy valaki még ekközben boldog lett, az egy melléktermék volt. De például a régi indián törzsben ezeket a tudatmódosító szereket a különböző beavatások előtt, a különböző ugye, békepipázásokkor és különböző olyan alkalmakkor ugye, szedték, amikor ennek ott kulturálisan a csoport által elfogadott módon helye volt, az egyén nem dönthetett. Most individuális társadalom van, te úgy döntesz, hogy ugye, be akarsz tépni, megkeresed a dealert, megvetted, nincs kultúra, nincs csoport, nincs semmi más, mint a te egyéni boldogság vágyod, ami azt mondja, hogy az kell, hogy háj, és utána megcsináltad. Hogy miért van az, hogy az, amit meg tudok tapasztalni egy bizonyos szerrel, így, mert tudom, elszittem, beszettem, beinekcióztam volna teljesen mindegy, hogy az ugye egy azonnali élmény, egy flash hatás, amivel ugye történik az emberben egy, de akár lehet ez is egy út, ami elindítja az embert arra, hogy akkor keressen valamit, hogy mi az, ami ott van, amit ő ott látott. Nem minden esetben mondjuk szokhat rá az ember, de felnyíthatja a szemét. De mondjuk az, hogy ez mondjuk ez a flash hatás, bármikor, amikor látok szemeket, vagy bármi teljesen mindegy egyéntől függően, ugye ez gyakorlatilag bármikor megkaphatom, és azonnal jön. És miért van az, hogy mondjuk ezt magamtól, csak hosszú évek, vagy hosszú nem tudom milyen meditációk, és miért van ez beépítve ebbe a megtapasztalásba, hogy miért nem kaphatom azt úgy is, hogy lecsukom a szemem, és akkor megkapom ugyanúgy ezt a... Aha. Most értettem a kérdést, köszönöm. Felszállsz egy repülőre, és elmész a célodig. Mekkora erőfeszítés kellett ehhez? Miért kell erőfeszítés? Na, kérdezem, mert ugye meg kell venni repülőjegyet, fel kell szállni a gépre, ki kell bírni az utastársaidnak a szagát, megenni a kaját, lejönni. Ennyi volt. Így van? Ehhez képest mekkora erőfeszítés kell az, hogy megtanulj repülni? Na, ezért. Tehát az egyik az olyan, hogy nagyon gyorsan megkapod, de mihelyt leszálltál, a levegőeget el is vesztetted, mert nem tudod megtartani. De hogyha megtanultál repülni, akkor meg tudod tartani függetlenül. Oké? Okay? Tehát alkalmas a tudat kinyitására először a szer. Természetesen, de nem tudod megtartani, mert utána kiéged, széktéged, függővé válsz, és az az eredeti cél, hogy a szabadságot mondjuk, vagy a szellemi függetlenséget tapasztald meg, az elvész. Annak vége. Tehát azért nem tanítja ez a nagyon munkás, mert 30 évig meditálok, és közben nem is látok olyat, mint mondjuk az első 3 percben egy nagyon jó anyaggal, nem lehet megtartani. Tehát illuzórikus az egész. A madarak röptéhez képest a repülőgép az egy illuzórikus valami, mert iszonyatosan korlátozott,
és nagyon-nagyon rövid. Hát a madarak számára az ég úgy realitás, hogy bármikor önerőből, külső segítség nélkül bármikor oda fölrepülhet. Repülőgép, meg főleg mi nem. Tehát ahhoz, hogy a szellemi szabadságot elérd, ahhoz nem lehet olyan eszközöket választani, amelyek függővé tesznek. Mert az a szabadság elvesztésével jár. Elég, ha a repülőgépes hasonlatra emlékszed, de ez az intellektuális magyarázat mögötte, ez pont ugyanazt mondta, csak muszáj a hasonlat. Tehát nekem vannak olyan tanítványaim, akik egy csomó mindent kipróbáltak, és aztán a zenhez jöttek, egyszer azt mondták, hogy messzire nem, tehát amit akartak, az messze nem következett be. Tehát elkezdtek egy körben forogni, hogy van, boldog vagyok, nincs hiánytünet. Van, boldog vagyok, nincs hiánytünet. Rájöttek, hogy ezzel nem valósítják meg az eredeti céljukat soha. További kérdés? Bonyolultabb a helyzet, mert 7 milliárdan vagyunk az 1 milliárd helyett. Az 1 milliárdot is kb. 1820-ban regisztráltuk, tehát ugye azelőtt, hogy milyen gyorsan emelkedtünk addig, azt nem tudjuk, mert nem volt népszámlálás, meg ilyenek. Nem vagy te semmivel se fáradtabb, meg lehangoltabb, meg ugyanaz a probléma. Ugyanaz a probléma. Csak Buddha akkor jött, Krisztus 500 évvel később, Lao Tse valahol a kettő közt. Tehát akkor volt annak az ideje, hogy ezek a nagyon nagy tudatok itt inkarnálódjanak és leadják a tanítást, mert akkor még jól meg lehetett szilárdítani. Most pillanatok alatt az információ szabadságából következő információs káosz, és nehogy azt itt, hogy nincs szükség a szabadságra, csak magadban nem tudsz rendet csinálni, mert annyi az info. Ebből következik. Tehát a hatalmas információ szabadság oda juttat, hogy a figyelmed az ilyen elképesztő kis kvantumnyira szétoszlott. Le van radírozva a különböző audiovizuális élvezetek által. És médiaszabadság, muszáj, még több. Csak benned kell egy hierarchiának lenni, hogy mi az, amit ugye tapasztalni akarsz, mi az, ami a legfontosabb. Ha magadban eldöntötted, hogy mi a legfontosabb, kívülről meg tudod kapni. De amíg nem, addig kívülről injekciózzák orba szájba azt, hogy gyakorlatilag te mit szeressél, te mit nézzél, te mit hallgassál, stb. Stb. Ezt neked kéne előtted, de ha benned nincs egy hierarchia, akkor az nagyon nehéz. Tehát bonyolultabb a világ, kaotikusabb az emberi tudat, mert ugye 7 milliárdan vagyunk egy széttechnizált, nagyon globalizált világban, de a Buddha idejében ugyanolyan erőfeszítés volt az útra térni, mint most. Az emberek nem fáradtabbak, vagy kevésbé képesek erre most, mint akkor. Csak megváltoztattuk a világot oly mértékben, hogy erőfeszítésre van szükség. Tehát a világ felső 1 milliárdja olyan elképesztő jólétben él, és annyira szétszakította a másik 6 számára ezt az egészet, hogy az alsó 2 az napi 1 dollárból ugye próbálja meg a betevőt. Ez nem megy. Ez nem fenntartható. Most ne beszéljünk a társadalmi igazságosságról meg egyébről, de ez nem fenntartható. Tehát ha van egy autód, ahol az első 2 kerék előre ment 3 kilométert, akkor a többi az nem fog menni. Tehát nagyon komoly válaszút elé fog az emberiség állni az elkövetkezendő 20-30 éven belül. Már most is. De nehogy azt higgyük, hogy itt bárminek nagyon gyorsan vége lenne. Tehát ezt gyorsan iktassuk ki. Tehát ez nem egy antiprofétikus meglátás, mert van, akinek azt kell hallani, hogy kicsikét magához kapja, annak is van szerepe. De hogyha felnőtt módon körülnézel, ezt a világot nem mi kezdtük. Mi itt vendégek vagyunk. Mi teremtjük a magunk számára ezt az egészet, de az, hogy a Földön ez az élet,
Tehát nem is tudjuk befejezni. Rontani rengeteget ronthatunk rajta, javítani rengeteget javíthatunk rajta, de azt itt valaminek itt tartósan vége legyen, hát az mi nem vagyunk elegek. Ahhoz először meg kéne látni, hogy hogyan kezdtük el. És mit kezdtünk itt el. Tehát amit elkezdtünk, azt tudjuk csak befejezni. Azt kéne, azt nagyon kéne, egy csomó mindent be kéne fejezni. Egy egész lista van, amiről már ugye vezetők, emberek, nemzetek beszélnek, azt se fejezzük be, amit látunk, és amit biztosan mi kezdtünk el. Hogy ez az egész világ úgy, ahogy van, gyökeresen megváltozzék, tehát ugyanaz a tudat van most, mint korábban. Csak mi tudunk változtatni a világunkon. Úgyhogy ennek szellemében tovább előre, mert a lehetőség ugyanaz. A bennünk lévő buddha természet, a felébredés potenciája ugyanaz. Csak a döntés, az néha nehezebb. Akár azért, mert túl jól élsz, akár azért, mert túl rosszul. Tehát a zen tanítványok statisztikai eloszlás, ez a közép-európai régióban, vagy a kelet-közép-európai régióban a legnagyobb. Tőlünk nyugatra túl jó a helyzet, tőlünk keletre meg túl rossz. Ugye? Tehát, hogyha állandóan az életedért kell küzdeni, és napi 6 órát ugye sorban állni kenyérért, akkor nem fogsz eljönni meditálni, mert nem érted, hogy itt most miről van szó, mit haladjak meg. Nekem enni kell, az kész. És akkor ez van. Tőlünk nyugatra meg annyira Hawaii van, még, hogy egyszerűen nem tud kijönni az LCD TV-s szobából. Nem tudja a mozi helyett a belső mozit választani. Ugye? Az kicsit el van kényeztetve. Tehát ez az, amiben kicsit gondolkodni kell, hogy mekkora szenvedés per mekkora jólét kell ahhoz, hogy egy normális kérdést fel tudj tenni. Tehát valamennyi szenvedés kell, mert különben nincsen impulzus, de valami jólét akkor is kell, mert különben nem tudsz gyakorolni, akkor állandóan az életedért küzdesz. Úgyhogy itt is a középút az, ami működik. Kezdjél olyasmivel, amivel szeretnél, és az út az mindig nyitva van, csak neked kell állítani. Nekem a gondom az a tényszerítő erő, vagy hogy amit említett is, hogy igazából azért, tehát azt mondják nekünk, hogy persze vannak olyan szabályok, amelyeket természetesen észre tartani, amit nem menjünk át a piroson, vagy stb. De akkor vannak olyan szabályok, hogy egész egyszerűen, hogyha másképp viselkedik az ember, akkor lenézik, kinézik. Javaslom, hogy legyen metszően konkrét. Most. Tehát mi a kérdés? Hogy lehet magunkat kívülnézni ezekből az úgymond diktátumokból, amelyeket nem tartunk helyesnek? Honnan jönnek ezek a diktátumok? Honnan jönnek? Külső nyomásra, aztán azt magunkévá tesszük. Jó, most megmentetted. Tehát miért tetted magadévá? Ki mondta ezt? Ki kért meg arra, hogy magadévá tedd? Nem kell beszakadni a külső nyomásra. Egy. Kettő, akkor nem kell magadévá tenni. Ez egy mentális erőszak. Tehát amikor a diktátumokról van szó, azt fogjuk föl úgy, ahogy az van, az mentális erőszak, rád erőszakolnak valamit, amit nem akarsz elhinni, nem akarsz csinálni, stb. Stb. Viszont ahhoz, hogy te ettől távolságot tudj felépíteni, ahhoz a saját utadnak erősebbnek kell lenni, mint a diktátumnak. Azért zavar a diktátum, mert te magad nem tudod, hogy merre mész. És akkor tud befolyásolni. De mivel nem elég erős a tudatod, még nem látod elég tisztán, hogy merre mész, ezek a diktátumok zavarnak, mert ugye a vákumot betölti a nyomás, és magadévá teszel olyan dolgokat, amiket nem kéne. Hát nézd meg azt, hogy mi az, ami szükséges egy normális kompromisszumhoz, amit el tudsz belőle fogadni, és a többi a szükségszerűen el fog maradni akkor, amikor a te életirányod, a te életvezetésed
erősebb lesz azoknál a diktátumoknál, és én most nem azt mondtam, hogy lázadj. Azt mondtam, hogy találd meg az utadat. Ez más. A lázadás az pont a diktátumokba való negatív belefeledkezés. A diktátumok elfogadása a pozitív belefeledkezés. A szükséges kompromisszumok megkötése és így a szükségtelen dolgok figyelmen kívül hagyása, amit akkor már megengedhetsz magadnak, az a szabadság felé vezető első lépés. Azzal foglalkozz ilyen szinten a diktátumok szintjén, amivel nagyon-nagyon muszáj, ami valahogy mégis érvényes rád, akár szereted, akár nem. És ha ezt a nagyon-nagyon normális kompromisszumot megkötötted, akkor a diktátumok többi része az egyszerűen elhagyható. És azért hagyható el, mert te jársz egy olyan utat, ami nem anti vagy pro diktátum. Teljesen más fele vezet, abszolút ezek meghaladása felé vezet, fölötte van. Találd ezt meg. És akkor egyik diktátum se gond, egyik rendszer se gond. Bármilyen társadalomban élsz, nem lesz gond. De ha belül ez az út nincs meg, akkor állandóan zavarni fog valami. Azt írta az újság. Mindegy, mit ír az újság. Te mit írsz belül? Neked milyen világod van belül? Mert az lesz neked kívül is, azt fogod bevonzani kívülről is. Úgyhogy ezért kell nagyon vigyázni, hogy milyen utat jársz, mert amilyen irányba mész, pontosan azt fogod találni. Elindultál éjszakra, előbb-utóbb ott jég lesz, meg hó. Délre, nagyon, nagyon messzire mész, délre, ott a Szahara pillanatok alatt. Tehát csak azt találod, amilyen irányba mész, amit valójában keresel. Tehát te valójában egy nagyon erős életirányt keresel, egy nagyon komoly önálló tudatot keresel, és ennek a külső vetülete az egy diktátum, vagy egy diktatórikus hatás az életedben. Na most tessék ezt belül felismerni, hogy mi az, amit te szeretnél, mi az, amit te diktálnál, mi az, ami a te utad. És mihelyt ezt belül megtaláltad, ez a külső kényszerítő erő, ez az, hogy köszönöm szépen, megtettem a dolgomat, én elmegyek. Ez kell egy normális kompromisszum is, mert csak azon a sávon, azon a pályán keresztül tud elmenni, különben állandóan az orrodban van, hogy foglalkozzál vele. Jó? Utolsó kérdés. Akkor utolsó kettő, mert gyorsan észbe kaptunk, mondd. Nem biztos, hogy kérdése, de hogy a megszokás az egyfajta függősége, vagy a megszokás vezetett a függőséghez, akár jó, akár rossz irányból. Most tesztelünk. Értettem, Marcikám. Következő helyzet, most gyorsan megszokás tesztet fogunk végrehajtani mindenkivel. Ha van gallérod, ha nincs, tedd ide a kezedet így. Így a szívedre így. Nagyon jó. Ha van kend, akkor így a hüvelykujjunk lóbjon ki, mert ez stilális fontosságú lesz később. Nagyon jó, kitűnök. És most háromszor mondjuk el egymás után közösen, kórusban, én vagyok Napóleon. 1, 2, 3. Én vagyok Napóleon. 2. Én vagyok Napóleon. Én vagyok Napóleon. És most megyek ki mindenki a kezét. Látod, Marci? Na, a megszokások azok nagyon erősek lehetnek. De legyőzhető az összes. Akkor lett volna gond, hogyha valaki ennyi idő után még itt hagyja a kezét, és így nézeget jobbra-balra. Na, az probléma. Na, tehát mennyire azonosulsz ezekkel a megszokásokkal? És milyen gyorsan választódsz le róluk? Mennyire vagy te? És mennyire vagy megszokás? Az nem mindegy. Mond? Nem biztos, hogy jobb befejező kérdés, de... Az a kérdés, amit beszéltünk itt az észak-amerikai indiánoknak a kollektív szabtársadalmáról. És a dél-amerikai sem hagy ki azért ott voltak. Igen? Én átmennék a másik térfélre, a távol-keleti kultúráknak, például a koreáknak. Uh-huh. Az észak-amerikai azt mondta, hogy ez jól működött. Nem tudjuk, hogy jól működött, de azt mondjuk, hogy megszűnt. Megszűnt. Vagy akkor a távol-keleti kollektív szabtársadalmak a kultúrák miatt nem működött jól. Hát egy csomó mindent importáltak, hát előtte sem működött minden rendesen, hát azért nézd meg, Krisztus előtt a 3. században Kína legyártott magának egy olyan uralkodót, ez ugye a nagy sárga úr, vagy Shi Huangti,
aki hát a kulturális forradalmak ősét tudta ott elhinteni, és hát azóta minimum, hogy a rivális államok uralkodó osztályát kasztrálta, tehát ez volt a legalapvetőbb géntechnikai manőver, és utána ő csinált egységes Kínát. Öttől le van Kínai Birodalom. Tehát nem minden ment ott se jól, ezt nem lehet mondani, és hogyha Kínában a 19. században nem használnak úgy ópiumot, ahogy, akkor azt a franciák, az angolok is még egy-két nagyon tehetséges európai nem tudja úgy szétszedni, ahogy szétszedték. De alapvetően, amit én látok, az az, hogy a szenvedélybetegség olyan problémáját, ahogy most említettük, ezt mi exportáltuk oda ki. Ezt az európai per nyugati társadalom exportálta oda, a kábítószernek azt a használatát. Tehát azt nem mondjuk, hogy jól működött a társadalom, nem erről beszéltünk. Arról beszéltünk, hogy ezek az egyébként addiktív szerek, ezek nem okoztak tartós szenvedélybetegséget olyan társadalmakban, ahol a csoport, a hierarchia és a kultúra egyszerre szabályozta ezt az egészet. És ez a mai napig, néha nyomokban, de Koreában még elég erősen, látható, hogy a csoport, a hierarchia és a kultúra szabályozza azt, hogy ki mikor mit csinál, és ebből van a KBS 1-2-n az esti dráma. Anyuka leszabályozza a lányt, apuka leszabályozza a fiút, és oltári lázadás hegyek vannak, és még mindig azt látod, hogy ez ilyen óriási bocsánatkérések, kiengesztelődések, könnyes szemek, egymás előtti meghajlások, leborulások és egyebek vannak. Tehát a tradicionális koreai társadalom egy darab szenvedélybetegség nem volt. És nem számolom a szódzsú függőket, mert hát az is volt korábban, de nem volt jellemző egy társadalmi rétegre, hogy a bánatát alkoholba folytsa. Minden falnak megvan a bolondja, minden közösség megvan a kis ugye, italboltja valahol, ahol az emberek ott egyen-ketten, de nem volt jellemző és nem volt társadalmi szintű probléma. Úgyhogy a csoport alapú, hierarchikus és valami egyéb kultúrájú társadalom, mint csak boldogságorientált, főleg érzékszervekhez kötött boldogságorientált társadalom, vagy nem, vagy sokkal kevésbé töredék százalékban produkált addiktív viselkedés, vagy szenvedélybeteg viselkedés, mint az a nyugati, amely szépen ugye az ma elmondott komponenseket egybegyúrta, sok száz évbe telte sikerült, és utána gyakorlatilag egy évszázad alatt a korábbi struktúráit teljesen letarolta. Nagyjából az első világháborútól mostanáig nézd meg, hogy a nyugati társadalom mekkorát változott, és milyen elképesztő ön- és világégetésen ment keresztül. A trauma az kijön az ellenségességben. Az európai társadalom iszonyatos belső traumái kettő darab világháborút eredményeztek, és ezen a 60-es évektől a vietnámi óta nem álltunk meg. Tehát nem volt soha egyetlen egy olyan év vagy évpár, ahol valahol, amikor valahol a világon ne lett volna komoly háborús konfliktus. És nézd, körül ez így van. Tehát exportáltuk ezt az egészet. Tehát ez a traumatikus megjelenés, ez egy nagyon komoly belső problémára, társadalmi csoportkarma vagy kulturális karmán belüli problémára vezethető vissza, és mint a jó doktor, megnézed a szenvedés tényét, megnézed a szenvedés okát egyénileg is, és összehasonlítva is. Miért nem volt? Kína mindig is birodalmi volt, ezért hoztam a császárt. Mindig is birodalmi volt, de nem csinált világháborút. Egész addig, amíg Japán nem lépett a náci Németországgal szövetségre, teljesen másképp viselkedett, mint regionális hatalom. Volt ott korai háború, hát nézd meg a Hideyoshi inváziót. Az nem volt két fillér. Tehát ott, amit letaroltak Koreában, a Hideyoshi, igen ám. Csak hogy teljesen másképp működött az a mentalitás, ami a második világháború előtt, így a japán birodalomépítést, akkor már világuralom kellett, akkor már nem országokkal háborúztunk, akkor az egész csendes óceáni térség kellett. Tehát egy teljesen más mentalitás volt mögötte. Tehát mondom, minden faluban van alkoholista, de az, hogy egy egész társadalmi réteg legyen alkoholfüggő, hát az teljesen ismeretlen volt. És ugyanígy őslakosok, amerikai őslakosok esetében meg volt egy csomó minden ajavaszkától kezdve a látózsájáig, amit akarsz, minden megvolt, és használták is. De az, hogy egy egész társadalmi réteg legyen ennek a rabja,
az nem. Az nem. Tehát úgy utolsó megjegyzésként azt mondanám, hogy nagyon sokféle módon lehet drogháborút viselni, de ismétlő fegyverekkel nagyon-nagyon korlátozott az eredmény. Amit tudunk, hogy az elmúlt, azt hiszem, 5 évben Közép- és Dél-Amerikában, tehát ez a Kolumbia, Peru, egyebek, és Mexikó, legyük hozzá sajnos Mexikót, 30-35 ezer ember esett áldozatul, és főleg a rivalizálásoknak, mert nincs nyugalom. És a nyugalomnak nem azt kell jelenteni, hogy nyugodtan kereskedhetnek tovább, hanem az igazi, az a tudati művelet lenne, hogyha az amerikai társadalom, most az USA-t értem ez alatt, szembe merne nézni a saját társadalmi rétegükkel, amely nagyon súlyosan drogfüggő. Azokkal a társadalmi csoportokkal, és elindítani egy belső felvilágosítást, egy belső ugye, tisztulást, de a nagy szabadság jegyében ezt nem fogják elkövetni saját ugye, honfitársaikkal szemben, mert akkor be kéne ismerni, hogy a probléma gyökere az abban a tudatban van, ami a boldogságot egy kémiai vegyületek által vezérelt állapotban keresi meg. És hogy ez a boldogság ideális, ez a ragaszkodás, ez az addikció, ez vezérli az egészet. Minden a tudatban kezdődik. Ha leállna a kereslet, kínálat egy pillanat alatt megszűnne. Egy év alatt be kéne zárni az összes labort, szevasztok. Nincs munkánk, nincs kinek eladni. Amíg ezek a tudatok léteznek, addig van kereslet, addig van kínálat is, és soha senki nem fogja kiirtani külsődleges eszközökkel. Sőt, úgy tűnik, hogy még rá is tettek egy lapáttal, mert sokkal ellenőrizetlenebb, kaotikusabb lett az egész, mert a struktúrákat le kell rombolni. Hát igen, ha másképp nem megy, de a megnyesett gyom az erősebben nő ki. A megnyesett fa az kizöldül. És a gyökerei nem hatoltak le a tudati gyökereig, tehát nem tudták gyökerestül kitépni, csak mindig elvágták egy bizonyos szinten, ami társadalmilag nagyon jól látható volt, bemutatható volt, lehetett vele választásokat nyerni, stb. Stb. Ez nem oldotta meg a problémát. Sőt, súlyosbította. Tehát szerintem, amikor arról van szó, hogy egy problémát meg kell oldani, akkor hatoljunk le annak a gyökeréig. A valós gyökeréig, ott, ahol az kezdődött, mert az alfa és az omega együtt van. A kezdet és a vég ugyanabból a forrásból származik. Tehát meg kell nézni, hogy hogy kezdtük el, hol kezdtük el, miként kezdtük el, és abba a pillanatba arra a helyre menni, ahol ez a kezdet megtörtént. És az a pillanat mindig ez. Az a hely, az mindig itt van. Az a tér, az ebben a tudatban van. A mi tudatunkban van. És hogyha ezt a tudatot felleljük, akkor ezt a tudatot megtisztíthatjuk, és az utunkat olyan irányba fordíthatjuk, amely elvezet a megszabaduláshoz, elvezet a szenvedés megszüntetéséhez, és elvezet ahhoz a boldogsághoz, ami nem érzék vagy kémiai anyagoktól függ. Köszönöm szépen a figyelmet!